Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy valamit közöl számodra, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10 000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható ez a forrás, ez a patak, itt előre folyamodnak az események, a virágnak van ilyen tisztító kihatása, tehát vannak nála szép, tiszta gondolatok. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő szeretne valamit tisztázni veled. A második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát? Itt látható a mozgás, előre mennek az események. Ez mindent jelenthet, ami mozog. A sportot, autót, változásokat, egy utazást, esetleg költözködést. Ez a kártya jelenthet egy másik férfit is. Lehet, hogy kicsit féltékeny, hogy ez a férfi belép a te életedbe, befolyásolja az ő érzelmeit, és itt vannak a gondolatok, ő tisztázni szeretne veled valamit. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Itt látható a hűség, hiszen a kutya utal a hűségre, tehát kiderül az igazság, ártatlan vagy, nincs ok arra, hogy féltékeny legyen. Persze ez a lovas férfi lehet nála egy kolléga vagy barát is, lehet, hogy ezzel a baráttal együtt közeledik hozzád és meglátogatnak téged. Amit a kutya még jelenthet, hogy itt van egy szerelmi kapcsolat, de mégis olyan barátilag kezel most téged. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt az út jelenti a jövőt. Ez lehet egy közös életút is. Itt tisztázódik valami, megvan a hűség, lesz mozgás, és ami a jövőt illeti, itt kivirágzik valami. Tehát lesz egy közös jövő. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!